Az 1991-ben alakult Szendrei Alapítvány a kezdetektől fogva megtartotta Imre nap közelébe időzítve a névadó tiszteletére rendezett koncertet. A találkozó szervezését Vizi Melinda tanárnőtől átvéve idén először Csupor Balázs, a Liszt Ferenc ami zongora tanszakának vezetője koordinálta. A megyének gyakorlatilag a legtöbb zeneiskolájából fogadunk versenyzőket, fellépőket. Így idén is így volt ez, hogy nagyon kevés olyan zeneiskola van a megyében, akik most idén nem tudtak hozzánk eljönni. És az idei év az abból a szempontból is egy kicsit kiemelkedő, hogy idén 100 versenyzőt fogadtunk, amilyen még a zongoristák találkozójának a történetében, ha jól tudom, nem volt. Tehát mindenképpen egy nagy feladat elé állította a zsűrit is. A jelentkezőket a kialakult hagyományok szerint 5 nem életkor, hanem a zenei tanulmányokban való előrehaladás szerinti korcsoportba sorolták. Kötelező művet nem határoztunk meg egyik korcsoportban sem, hanem annyi a versenynek a felhívása, hogy 2 különböző karakterű művet kell legalább eljátszani. Korcsoportonként megvan adva egy-egy időkeret, hogy mi az, amit felhasználhatnak, és ezen belül gyakorlatilag szabadon választhatnak az adott növendékre illő darabot. A zsűri hosszú idő óta változatlan, amelynek különös előnye, hogy így a szakemberek figyelemmel tudják kísérni a tanulók egyéni fejlődését. A zsűri tagjai azok most már évek óta változatlanok, így abból a szempontból is nagyon jó, hogy ők betekintést nyernek abba, hogy évenként ez hogy fejlődik ez a találkozó. Ők is nagyon pozitívan nyilatkoztak erről a napról. Hát azt hiszem kellemesen elfáradtak, mert gyakorlatilag ők reggel 8 órára érkeznek, és este 7 órakor kezdődött az eredményhirdetésünk, úgyhogy tényleg ez egy egész napot lekötő program volt. A kalocsai növendékek nagyon szépen szerepeltek. A szakmai zsűri döntése nyomán Nívó díjat kapott Poli Panka és Peák Anna. Kiemelt Nívó díjban részesült Lakatos Zsófia, Markella Balázs, Németh Luca, Varga Alma, Aranyos Luca és Viola Stricevics Zsombor.